oázisnak, hanem a tarka, virágpompa is frissességet, szépséget árasszon. A környék jól megvilágított, a közeli benzinkút felvevő kamerái pedig biztosítják a körforgalom figyelemmel tartását is. Hosszított program a lakosság nyilvántartó osztályon. Holnaptól június 4-től kezdődően a június 10-i helyhatósági választások miatt hosszabbított programmal fogadja az ügyfeleket a Szászrégeni lakosság nyilvántartó osztály. Az új program szerint kedden 9 és 16 óra, szerdán 11 és 18 óra 30 perc, csütörtökön 9 óra és 16 óra között, pénteken 9 és 14 óra, június 9-én szombaton 8 és 16 óra, 10-én pedig a választások napján reggel 8 és este 9 óra között tartanak nyitva. A lakosság nyilvántartó osztályhoz lehet fordulni, ha lejárt vagy elveszett a személyi igazolványunk, lakóhelyet vagy nevet változtattunk, megváltozott az elnevezése az utcának, ahol lakunk, illetve házszám változtatás történt. Szavazhat majd, akinek érvényes személyazonossági igazolványa van, betöltötte 18. életévét, és legalább 3 hónapja a szászrégeni lakos. A külföldre eltávozott, de több időre hazatérő személyek szintén szavazhatnak, ha megfelelő személyazonosságú birtokában vannak. Virrasztás. A görögkatolikus hívek a városból és környékéről pénteken múlt egy hete ima virrasztással emlékeztek meg az egykori Alexandru Teodia bíborosról. Az emlékezést ünnepélyes liturgia és egy a bíboros életének emléket állító film tette magasztossá. Teodia bíboros 1964-ben húzódott meg városunkban, miután 6-szor tartóztatták le az akkori kommunista rendszer emberei. 2 évet sokak által segítve bujkált, majd 14 évet volt igazságtalanul elzárva, csak azért, mert hitéhez hű maradt. Itt találkozott és barátkozott össze boldog emlékű Márton Áron püspökünkkel is. 1984-ben a Szent Szék Rómával egyesült keleti egyház bíborossává tette. A román hatóságok csak a változások után 1990-ben ismerték el őt. Ekkor választották a Román Akadémia tiszteletbeli tagjává is. Az emlékére szervezett megemlékező virrasztás emberi nagyságának és minőségének állít emléket halálának 10. évfordulója alkalmából. Június 5-én a bíboros születésének 100. évfordulójára emlékeznek majd. Ezen alkalomból emléktáblát lepleznek le a lakóházának homlokzatán az Abafái utcában. A rendezvényre minden tisztelőjét szeretettel várják. Második helyezésű sakkbajnok. A szászrégeni Ognyan Mihnyan Junuc 8 éves kisdiák második helyezést ért el az országos sakkbajnokságon, melyet idén Tesváron rendeztek meg. A kisfiú oklevelet, ezüstérmet, számos sakkirodalommal kapcsolatos könyvet és pénzbeli jutalmat vett át a szervezőktől. Felkészítője Barátosi József Gábor, aki egyben értelmi edzője is, arról számolt be, hogy ez az ezüstérem nem az egyedüli díj a Marosvásárhelyi Sportiskola számára, több korosztályban is nyertek díjakat a Maros megyei versenyzők. Becsapva. Városunkból és környékéről több bejelentés érkezett a rendőrségre, miszerint ismeretlen személy ígéretet tett arra, hogy munkához juttatja az érdekelteket külföldön. A szervezési költségek bezsebelése után az ismeretlen eltűnt. Valószínű, hogy más megyéből jött ide áldozatokat gyűjteni. A rendőrség minden munkakeresőt arra figyelmeztet, ne dőljenek be ismeretlen emberek ígérgetéseinek, és ne adjanak naivan jelentős összegeket azoknak, akik csak kihasználják egyesek hiszékenységét. Végső megoldás a Radnótvári garázsok ügyében. Múlt csütörtökön utoljára ülésezett a jelenlegi felállásban a Városi Tanács. A megvitatásra került ügyek között pontot tettek a garázsügyek végére is. A határozat szerint csak néhány garázs kerül lebontásra, a többinek meghosszabbítják a szerződését 5 évre.
A városfejlesztési tervek figyelembevételével leszögezték a haladéktalanul lebontandó garázsok helyzetét, de ugyanakkor kiegyezés született arra nézve is, hogy számos garázs megmaradhat azzal a kikötéssel, hogy a tulajdonosok tartsák polgári és morális kötelezettségüknek a garázsok rendben tartását, valamint azok környékének tisztán tartását. A gyűlés további témái az iskolák és óvodák helyzetének megvitatása a városban, a Reál Dzsöcsölék költségvetésének megvitatása, ahol lényegesen több a kiadás, mint a bevétel, kórházi alkalmazottak szociális lakhelyhez való juttatása, szabadidő és piknikező helyek kijelölése a város környékén, a régeni napok alkalmával helyfoglalás licit formájában, valamint külföldi delegációk felállítása, akik városunkat képviselik majd bizonyos helyszíneken a meghívásoknak megfelelően. Úszómaraton, sport, jótékonyság. Június 10-ig benevezhetnek a Marosvásárhelyi úszómaratonra mindazok, akik sportrendezvény támogatása révén szeretnének jótékonykodni. A közösségi jogrendet támogató Marosvásárhelyi Alapítvány célja ezen verseny meghirdetésével megszólítani mindazokat, akik jótékonykodni szeretnének, hogy minden átúszott távra adományozanak lehetőség szerint egy összeget az általuk megjelölt karitatív szándékra. Adományozók lehetnek magánszemélyek, cégek, non-profit társulások, szervezetek. A maraton célja tehát pénzalap gyűjtése jótékonysági céllal. A versenyre július 7-én kerül sor 9-től 13 óráig, és természetesen úszók is jelentkezhetnek, akik tehetségük révén segítenek az adományok összegyűjtésében. Sokoldalúan kreatív gyereknap. A gyereknap megünneplése június 1-én különböző tevékenységek megszervezését jelentette. A kreatív, olvasni szerető és kultúrát kedvelő gyerekek számára a Kultúrotthonban rendezett versenyek jelentettek jó kikapcsolódást, ahol a Városi Könyvtár közreműködésével vers, esszé és színpadi alakításban vállalkozhattak megmérettetésre a gyerekek és fiatalok. A hasznos szórakozásról valamennyien ajándékkönyvekkel távozhattak. A sportkedvelő gyerekek a városközpontban rendezett cross, görkorcsolya, kerékpárversenyeken vehettek részt, az óvodásoknak aszfaltrajz versenyt szerveztek. Az ifjúsági házban ugyancsak az óvodásoknak rajzfilmvetítéssel kedveskedtek. A gyerekklubban néptáncok bemutatóját szervezték meg, a Floriák Bogdán gimnáziumban pedig asztali teniszbajnokságot, míg az ifjúsági parkban levő sportcsarnokban lányok és fiúk kosárlabda mérkőzései zajlottak minden korosztályban. A városvezetés hozzájárulásával a szervezők a gyerekeket jutalomban is részesítették. Köszöntöm kedves nézőinket! Néhány közérdekű hírrel szolgálnék önöknek. Orgona koncert sorozat a Szászrégeni Evangélikus Egyház ebben az évben is megszervezi a hagyományos nyári orgona koncert sorozatát. Erre két hetente június 6 és augusztus 22-e között kerül sor a Szászrégeni Evangélikus templomban. Június 6-án szerdán Liv Müller berethalomi orgona művész koncertezik. Június 20-án Steffen Schland brassói Július 11-én Boldizsár Katalin kolozsvári, július 25-én Krisztián Rosság Resica bányai, augusztus 8-án Emma Filimon kolozsvári orgonaművészt hallhatják a zenekedvelők. A koncert sorozatot augusztus 22-én Ovidio Leonás, szintén kolozsvári orgonaművész zárja. Minden esetben a koncertek délután 6 órakor kezdődnek, a belépés pedig ingyenes.
Közlekedés korlátozás a Szászrégenben. A polgármesteri hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy június 3-tól kezdően minden vasárnap délelőtt 10 és este 10 óra között lezárja a gépkocsi forgalmat a központi park körüli útszakaszon. Céluk az, hogy vasárnaponként biztosítsák a gyalogosok, a sétálni vágyók és a sportkedvelők, kerékpározók, görkorcsolyázók számára az optimális helyet és feltételeket Szászrégenben. Ez áll a polgármesteri hivatal sajtóközleményében. A Városkép mai adásába kizárólag gyerekeknek adjuk át a teret és az időt. Az elmúlt hétfőn önök láthatták a Hagyományőrző Rügyecskék Fesztivál kis népdaloisainak egy részét verseny közben. Most megszólalnak azok is, akik nem fértek bele múlt heti közvetítésünkbe, valamint a kerekedő néptáncsoport. Ezt követően zelítőt nyújtunk abból a Kendi Néptánc, Népdal és Népi Gyermekjátékok Fesztiválból, melyet a Kincsünk a Néphagyomány címmel hirdetett meg a Maros megyei tanfelügyelőség, és amelyre városunkból két tánccsoport nevezett be, a Gyöngyvirágok és a Tűzviola. Kívánok önöknek kellemes szórakozást, várom önöket jövő hétfőn is, kívánok mindenkinek boldog születésnapot, házassági évfordulót vagy névnapot, aki a héten ünnepel. Viszontlátásra jövő hétfőn. Cukrot adnék a
Egyik ága lehajlott, a szeretőm elhagyott, sejhajlice, utca, kukorica, derce. Ha ő elhagy egy hétre, elhagyom én kettőre, sejhajlice, utca, kukorica, derce. Ha ő elhagy kettőre, elhagyom én örökre, sejhajlice, utca, kukorica, derce. Kis kalapom fekete, pálatollam van benne, sejhajlice, utca,
Köszönöm.